Köszöntöm a nézőket, kiállító térré alakul a Fehérvárcsurgói kastélyhoz tartozó istálló épület, letették a turisztikai fejlesztést célzó beruházás alapkövét. A köztérben ezzel a témával várjuk Önöket, maradjanak velünk! Most még ilyen állapotban van a Fehérvárcsurgói Károlyi kastélyhoz tartozó istálló épülete, a tervek szerint azonban 2021 év végére teljesen megújul. A kastély turisztikai fejlesztését célzó beruházás a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében a Károlyi József Alapítvánnyal együttműködve a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Koordinációjában valósul meg. Igen jelentős forrást sikerült, Európai Uniós forrást alokálni a Nemzeti Kastély és Várprogram részére, ez meghaladja a 40 milliárd forintos összeget, és ehhez még igen jelentős hazai forrás is párosul, ami meghaladja összességében a 60 milliárd forintot. Ez nem elegendő az előttem szóló alelnök úrnak is a felsorolásában szereplő több értékes kastélynak és ingatlannak a felújítására, ez teljesen nyilvánvaló. Kollégákkal nagyon hosszú szakmai egyeztetést követően lett kiválasztva az a 30 ingatlan, igen értékes műemlék, amelyek egyre másra megújulnak. A 30 ingatlan között van 18 kastélyunk és 12 várunk. Ez azért nagyon fontos, mert ezek sorában a gyöngyszemek így sorakoznak Magyarország épített és táji környezetében, akár műemlékek tekintetében is, ez igen releváns nem csak a korabeli társadalmi beilleszkedés tekintetében, hanem most szakmámat tekintve is azt lehet mondani, hogy épített környezetünk a nemzeti kultúra részeként is, az az építészettörténeti műemléki örökség, amelyeket képviselnek ezek a neves ingatlanok, kiemelt műemlékeink, ezek nyomon kísérik és nyomon követik történelmünknek az építészetét. Ez azért nagyon fontos, mert az az életminőség és az az identitás, az a kultúra, amelyet magunkénak tekinthetünk, az ezeknek az épületeknek a lenyomataként övezik épített és táji környezetünket. Azért nagyon fontos ezeknek az épületeknek is a felújítása, és most ehheznek a jeles eseménynek is a bekövetkezte, hogy újabb alapkőlétételhez érkeztünk, mert szintén megújulva tudjuk átadni nem csak az itt lakóknak, nem csak az érdeklődőknek, reményeink szerint, hogyha ezt a járványügyi helyzet is lehetővé teszi, számos turistának is majd, akár nemzetközi szinten is a lehetőséget, hogy betekintsenek a múltunkba. Azt, hogy a Károlyi kastély és a most már a ezt övező mellék ingatlanok is föl tudjanak újulni, igen jelentős gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból származó uniós forrást, mint egy 1,5 milliárd forintot tudtunk erre fordítani, és ezt egészítette ki hazai forrásból a Magyarország kormánya, hogy a jelen programot többszöri átcsoportosítással sikeresen véghez tudjuk vinni. Azt, hogy milyen nehézségek és kihívások vannak egy-egy ilyen építkezéskor, legtöbben tudják. Akik nem tudják, egy kis bepillantást engedett Elsimon László képviselő is úr is, hogy már maga a közbeszerzés se szokott olyan egyszerűen működni. Ezeknek a kastélyoknak a mívessége, az építészeti nívója és olyan építészeti és kivitelezési szaktudást igényel, amely sajnos kifogyóban van. Úgy kell vadászni a díszműmadogostól a épületszobrászig mindenkit, aki valid módon hitelesen tud egy ilyen épületet felújítani, hogy ez most már egy kihívás Magyarország számára is, hogy ezek az épületek, amelyeket az idő vaskofoga még nem evett meg, azokat hitelesen és az utókor számára is megfelelő minőségben tudjuk felújítani. Ez az egyik ok. A másik a hosszas latolgatás és az átcsoportosításoknak az oka, hogy az építőipari költségek az egekbe szökkentek, hihetetlen progresszív módon drágultak, a program indításakor kalkulált árakhoz képest. Mindezek mellett és ellenére is nagyon köszönöm minden egyes szereplőnek, hogy a legvégső célt szemük előtt tartva, hogy a legfőbb értékeket priorizálva
hiteles módon lehessen felújítani akár itt ezt a Fehérvár-Csurgói kastélyt és a hozzátartozó épületeket. Volt az a szaktudás és az a rengeteg egyeztetés, a kooperációra és a konzorciumra is én is kitérek, a példás együttműködésre, a Nemzeti Örökségfejlesztési Nonprofit Kft.-nek a szaktudására, hogy mindezek a szűk keretek mellett is mindig a minőséget szemelők előtt tartva törekednek a felújításra. Elsimon László országgyűlési képviselő, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram elindítója az alapkő letételi ünnepségen elmondta, a műemlék ingatlanok felújításához elengedhetetlen az állami támogatás. Nagyon fontos állomással az érkezett el a Fehérvár-Csurgói kastélynak a fejlesztése, hiszen egy hosszú, bonyolult, sok fordulós, nem egy kudarcos fordulót maga mögött tudó közbeszerzési, kiválasztási folyamat eredményeképpen végre van törvényesen és szabályosan kiválasztott kivitelezője annak a beruházásnak, amelynek a Gyönyörű Műemlék Együttesnek a további megújítását szolgálja. Mindenek előtt hadd mondjam el azt, hogy számomra ez különösen is fontos, hiszen amikor 2014-ben kidolgoztuk a miniszterelnökségen a Nemzeti Kastély és Várprogramot, akkor még egyébként külön két programként indítottuk. A kormány elé úgy ment be a két anyag, hogy elindult a Nemzeti Kastélyprogram és elindult a Nemzeti Várprogram, majd ebből lett aztán végül egy egységes, elsősorban a vidéki kiemelt műemlékeket megújítani szándékozó állami program, a Nemzeti Kastély és Várprogram. Akkor a program kidolgozásakor különösen nagy hangsúlyt fektettünk a Fejér megyei ingatlanoknak a megújítására. Még azt a vádat is megfogalmazták néhányan, hogy nyilvánvalóan azért, mert hogy a programot kidolgozó, illetve a kidolgozást irányító államtitkár az én Fejér megyében élek. Sőt, még egyes botor újságírók, nem azok, akik itt vannak a teremben természetesen, azt is felvetették, hogy esetlegesen még a miniszterelnök úr Fejér megyei gyökerei is ebben szerepet játszottak. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy valójában ennek egyiknek sem volt ebben semmilyen motiváló szerepe. Pusztán csak annyi, hogy a csodálatos Magyarország 19, jelenlegi 19 megyéjéből Fejér megye az a megye, ahol egy olyan speciális birtokszerkezet alakult ki, amelynek köszönhetően kifejezetten nagy mezőgazdasági birtokok és hozzájuk kapcsolódó egyéb más tevékenységek jöhettek létre, és az itt működő főnemesi családok a birtokok nagyságához méltó, és a birtokok nagyságához nem csak hogy méltó és illő, hanem a birtokok által eltartható, fenntartható birtokközpontokat építettek. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki ránéz Magyarország térképére, akkor láthatja, hogy mondjuk Somogy megyében, ahol egy elaprózódott birtokszerkezet volt ahhoz képest, mint ami Fejér megyében, ott a kis és közepes kúriák vagy kiskastélyoknak a világa az, amelyik jellemző volt. Hogyha valaki ránéz a térképre, csak azért, mert a Nemzeti Várprogram kapcsán is furcsa bilátokat kaptunk, hogy egyes megyéket miért nem támogatunk, hát mondtam, hogy azért, mert Békés megyébe túl sok kővárat nem építettek. A végvárak építésének a helyszíne is értelemszerűen a határvidék volt és a nagy hegyes részek. Tehát Fejér megyében például azért nincsenek támogatott várak, mert a Csókokói vár kivételével valóságos műemléki szempontból értékelhető középkori várunk nincsen, viszont a Csókokói vár törőképviselőtársának is köszönhetően az elmúlt években nagyon sokat fejlődött, és ott kiváló partnerünk volt a felújításban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, illetve Csókakő önkormányzata, különösen Fidesz polgármester úr. Szóval az, hogy ez a speciális birtokszerkezet, amely jellemezte Fejér megyét, és hogy itt a magyar főnemesi családok, nagy történelmi családok szinte mindegyike jelen volt, Fehérvár-Csurgón ugye a Károlyi család, ha csak oda hátrafordulnak egy pillanatra a kedves újságírók és ránéznek arra a képre, azon láthatják a mostani alapítványi elnök, párizsi nagykövetünknek, Károlyi Györgynek a nagyapját, gróf Károlyi Józsefet, aki Fejér megyének volt a főispánja, méghozzá hihetetlen nagy tekintélyi főispánja, egyébként féltestvére
Károlyi Mihálynak, egykori miniszter, vitatott politikai életű miniszterelnöknek, és ennek a képnek az eredetie ma is Székesfehérváron megyeháza dísztermében látható, és ez annak a fotókópiája. Tehát, hogyha csak Károly József személyére gondolunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kiváló hazafiakat, nagyszerű politikusokat és államférfiakat adott ez a megye és az itt élő és itt alkotó főnemesi családok. Ugye nem kell nagyon messze menni, csak így elindulunk szépen mondjuk keleti irányba, és eljutunk Csákváréig, az Eszterháziak nagy kastélya ott található, amely jelzem helyettes államtitkár úrnak és miniszteri biztos úrnak, hogy még felújításra vár. Egy kicsit arrébb megyünk Lovasberénybe, ott a Cidáki kastély, amely szintén felújításra vár, egy gyönyörű szép klasszicista kastélyról beszélünk. Megyünk tovább, és egy Habsburg birtok ugye Felcsúton, illetve Alcsútdobozon, az alcsútdobozi kastélyát az ugye az idők enyészetévé vált, és csak a közép rizalitja látható ma már az arborétumban az egykori patinás kastélynak, de minden esetre a főúri jelenlétnek ékes bizonyítéka ez a megmaradt töredéke is a kastélyépületnek. És hogyha a megye déli részére gondolunk, csak Dégre, ahol zajlik a Festetics kastélynak a felújítása, a nagymúltú Festetics családnak a birtokközpontja, ahol ugye a több mint 200 hektáros angol parkot sikerült rendbe tennünk az elmúlt években egy fantasztikus beruházásnak köszönhetően, akkor láthatjuk, hogy a Festetics család is itt volt a megyében. Kicsit arrébb megyünk, mondjuk Soponyára gondolunk, vagy Kálozra gondolunk, akkor a Zicsiknek a jelenlétét tapasztalhatjuk meg, ugye ott a Soponyai kastély, amely szintén felújításra vár, amelyből sikerült bizonyos dolgokat már, vagy bizonyos elemeket kiköltöztetni, de hát ugye mi furcsa az élet, éppen jövő héten fogják felavatni, az agrárminiszter úr fogja felavatni a Vadexnek az új vadhúsfeldolgozó üzemét, ami nagy pekünkre hozzá kell tennem, mert ugyan mi örülünk ennek a fejlesztésnek, és nagyon fontos az a tevékenység, amit Majoros Gábor vezérigazgató úr elvégez. De hát ugye az a vadhús feldolgozó üzem az a Soponyai Zicsi kastélynek az egykori rózsakertje helyén áll. Sikerült egy szocialista húsfeldolgozó üzemet tenni a műemléki környezetbe. Reméljük, hogy egyszer jutunk odáig, hogy ennek a rekonstrukció is meg fog tudni történni. Tehát azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy egy kivételesen szerencsés megye vagyunk, ilyen koncentráltan, ilyen nagy alapterületű, méretű és építészeti szempontból is ilyen kiemelkedő jelentőségű kastélyállomány, mint amilyen nálunk van, az igen kevés helyen található. Ráadásul bármelyik történelmi családra is gondolok, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt évszázadokban, hogy már az Károly József kapcsán jeleztem, igazán nagyszerű államférfiakat, politikusokat, közéleti szereplőket adott a hazának ez a sok-sok család. Egy családot talán még meg kell említenem, akiről nem volt szó, a Nádasdiak, hiszen a Nádasdi család is rendkívül sokat tett a hazáért és ezért a megyéért, és hát az egyik kiemelt műemléki kastélyunk, amelynek a felújítása ugye részben megtörtént, az Nádasdadányban, szintén a mi megyékben látható. Úgyhogy vannak itt olyan csodák, amelyekre érdemes odafigyelnünk. Tehát ha ezt a folyamatot végig gondolják, akkor nem véletlen az, hogy én ennyire örülök annak, hogy eljutottunk a mai alapkületételig, és hogy ennek a patinás épületnek most már a melléképületeihez tudunk eljutni, és a gazdasági épületeknek a felújítása is meg tud kezdődni. Az Európai Unió, illetve a kormány támogatásának köszönhetően a Nemzeti Kastély és Várprogram eredményeképpen. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ez a mai alapkületétel, illetve ez a beruházás, amit ma meg tud indulni, ez még egy szempontból nagyon jelentős. Mert ez egy modellértékű projekt, amit zajlik, és amit egyébként számtalanszor elmondtam, hogy érdemes lenne követni is. Nevezetesen, ha egy kicsit a kis magyar irigységet, mint az életünkben oly sok mindent meghatározó szempontot félre tudnánk tenni. Nevezetesen itt arról van szó, hogy van egy magánalapítvány, amelynek az alapítói és vezetői azok annak a családnak a tagjai és leszármazottjai, amely család ennek a kastélynak a birtokosa volt, tulajdonosa és birtokosa volt. Az egy valószínűleg soha megnyugtatóan le nem zárható vita lesz, vagy vita, hogy mit gondolunk a kárpótlásról a rendszerváltozás időszakában kialakult jogszabályi keretekről, és hogy helyes-e vagy nem helyes az, hogy bizonyos értékek állami tulajdonban maradtak,
és nem kapták vissza az eredeti tulajdonosaik. Ezt a vitát most itt nem akarnám megnyitni, de nyilvánvalóan azt, hogy egyáltalán szóba hozom, azzal jelzem, hogy én sem gondolom, hogy ezt megnyugtatóan sikerült a rendszerváltozáskori elődeinknek, az akkori politikai vezetőknek lerendezniük. Ha más nem, éppen Fehérvárcsurgó a példa arra, hogy a legjobb kezekben egy kastély mégiscsak azok kezébe van, akiknek a szülei, nagyszülei, dédszülei és további felmenői megteremtették ezeket az értékeket. Megépítették, létrehozták és hatékonyan tudták működtetni. Persze azt is tudjuk, éppen ez a kastély is a példája annak, hogy miért kell ide állami támogatás és miért kell ide európai uniós támogatás, hogy ezek az ingatlanok mit sem érnek, hogyha nincsen mögöttük nagy gazdasági potenciál, és mint hogy nem csak a kastélyokat vették el, hanem a velük együtt járó földet, gazdaságot, ipari termelőegységeket, amelyekkel rendelkeztek, vadaskerteket, tehát gondoljanak arra, hogy itt az Magyar Állami Erdészeti Vállalatnak a legnagyobb vadaskertjeit szintén a károlyiak hozták létre, a fehérvárcsurgói vadaskertet, vagy még itt lehetne sorolni a környező gyönyörű szép területeket. Tehát ezek nélkül nyilván van egy kastély önmagában, gazdasági szempontból nehezen értelmezhető, ezért elvárható, hogy ha már közösségi tulajdonba kerültek, még ha egy vitatható államosítási eljárás során is, a felújításukhoz és a működtetésükhöz az állam is járuljon hozzá. Tehát ezért kell állami forrással támogatni azon kastélyoknak a felújítását is, amelyek vagy magántulajdonban vannak, vagy magánalapítvány működtetésben. De egy biztos, hogy a Károlyi Alapítványnál jobb gazdát, jobb kezelőt, jobb üzemeltetőt nem lehet találni ennek a kastélynak a fenntartására. A fehérvárcsurgói turisztikai célú fejlesztés 1,5 milliárd forint Európai Uniós, valamint közel 400 millió forint hazai forrásból valósul meg. Az istálló épület felújítása után berendezik a kiállítótereket. Interaktív élményalapú tárlat keretében a látogatók többek között megismerhetik majd a Károlyi család és a kastély történetét. A Nemzeti Kastélyprogramban és a Nemzeti Várprogramban értékmegőrzés történik tartós megoldásokkal. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak az épületek felújítása, hanem az újjászületése valósuljon meg, és ne csak a fizikai, hanem az elmúlt évtizedek után a szellemi rehabilitációk is meg tudjon történni. Éppen ezért a műemlékvédelem és az örökségmegőrzés alapvető szempontjai mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a többféle bevételi forrása támaszkodó, komplex funkciókat betöltő épületek olyan funkciókkal gazdagodjanak, mint amilyen éppen a fehérvárcsurgói Károlyi kastély, hiszen itt már régebb óta működik a 2 évtizeddel ezelőtt elkezdett felújításnak köszönhetően egy szálloda, egy kávézó, vannak garantált programok, vannak rendezvények. Éppen ezért a mostani fejlesztési ütemben azt tartottuk fontosnak, hogy azokat a pillereket erősítsük meg, amelyek esetleg eddig még kevésbé voltak kidomborítva, így legyenek olyan kiállítások az épületben, amelyek egyrészt a GINOP 7-1-1 pályázati konstrukciónak megfelelnek, másrészt pedig az utazási döntések során bizonyos látogatói szegmensnek ezek képezhetik az egyik fő attrakciót. Az évente visszatérő rendezvények miatt a látogató szám már most is kiváló. A rendezvényhelyszín, konferenciahelyszínként történő működés szintén kiemelten fontos és jelentős bevételt hoz. Így módon tudjuk pótolni az elvesztett birtokok bevételeit, hogy kreatív módon, sokféle bevételi forrásra támaszkodva, ugyanakkor nyereségesen működhethető épületeket létrehozva, látogatókat valóban érdeklő kiáltásokra támaszkodva, a kastélyok fejlesztését tovább folytatjuk. Az itteni, mostani fejlesztési ütemben már 2018-ra megvalósult egy olyan interaktív kiáltás a kastély tetőterében, amely a Kaplony nemzetségből származó Károlyi családnak az 1000 éves történetét mutatja be 1800-ig. Ez a projektterem egyébként a Nemzeti Kastélyprogram első megvalósult projektteremének is tekinthető. Ezt követi a többieknek az átadása a Nádasdalányi Nádasdi kastélynak 2021. májusában, és a Dégi Festetics kastélynak, amelynek éppen most készült el 2 héttel ezelőtt a külső homlokzati felújítása, pedig 2021. júniusában tervezett az átadása. Jelenleg folyamatban van annak a vizsgálata, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram második ütemébe milyen épületek kerüljenek be. Igen erősen fókuszban van az Iszka-Szentgyörgyi, Bajzát-Amadé, Pappenheim kastély, a Soponyai Zicsi kastély, amelyet képviselő úr is említett, illetve a Lovasberényi Ráki kastély felújításának a lehetősége. Mondhatni, hogy a tervek alapján a következő 2021-27-es uniós ciklusban a program tovább tud folytatódni további kastélyok várak felújításával,
hiszen ebbe a második ütembe, ami viszont már biztosan bekerül, az a Csókakői vár, amelyről az imént már szó is esett. Nagyon fontosnak tartjuk azt is a Nemzeti Kastély programban, és a most induló következő ütemben is, hogy az ilyen speciális épületek, amelyek szintén műemléki védettséget élveznek, mint például a mostani projekttárgyát képező lovardának, istennek a felújítása, olyan szerves funkciókkal gazdagodjanak, amelyek valóban a nagy mozaikba, egy kastélyhasznosítás nagy mozaikjába beleillenek. Ilyen lesz az itt megvalósuló három új kiállítás. Egyrészt itt folytatódik majd 1800-tól kezdve a Gróf Károly családnak a története, olyan speciális témákat bemutatva, mint amilyen a felelősségvállalás az egykori birtokon dolgozókért, az egykori alkalmazottakért, azaz, hogy egy grófi család mit tett, akár szociális gondoskodás terén, akár olyan aspektusból, hogy milyen típusú munkákat biztosított az uradalomban. Ez volt az, amit az előző rendszerben meglehetősen speciális történelmi szemszögből vizsgáltak, és épít az ideje, hogy ezek a helyükre kerüljenek, és egy valós organizmusként kerüljön bemutatásra egy-egy uradalom működése. A Károly család szempontjából természetesen a sok kiváló főispán, főkancellár, országbíró és az egyéb tisztségviselő szempontjából, amit adott a Károly család az országnak kiállítás rész egy fontos elem lesz, illetve lesz még két olyan speciális történeti egység, az egy élményalapú módon építkező zenetörténeti kiállítás, nem különben az egykori műemléknek, az egykori lovardának, az istállónak a helyszínhez kötődő lokális bemutatása, ahol a történeti lótartásnak a módozatait, annak jelentőségét tudjuk bemutatni, és a statikus és az interaktív elemeket dinamikusan váltakoztató kiállításban mindenképpen olyan élményelemek kerülnek elhelyezésre, mint amilyen a greenbox technika, vagy a holoprojektoros vetítés. És hogy mi is az a történeti környezet, ahol ez az egész megvalósul. A Csókakői várhoz tartozott Fehérvár csurga is egészen a török idők végéig, annak az uradalomnak a szerves részét képezte, és amikor a báró Hochburg család a török hódoltság után megszerezte ezt a birtokrészt, akkor még ez egy szerves egységet alkotott. Az örökösök kezén már meglehetősen speciális módon aprazódott el az uradalom, Mór, Bodajk és Csurgó is különböző birtoktestekhez került. Éppen ezért a Bárói Perényi család, amikor házasság révén megszerezte Csurgót, és felépítette itt az első rezidenciát, amely még egy egyemeletes barokk elalakú épület volt, és 1786-ra már mindenképpen készen állt. Elindult az a reneszánsz, amely Fejér megyét mondani, hogy a kastélyok hazájává tette a mostani Trianon utáni Magyarországon, hiszen mind művészettörténeti nívójukat tekintve, mind pedig az épületek sűrűségét tekintve kijelenthető, és különösen az építészek, az alkotókat tekintve, hiszen Pollák Mihály, Hild József, Ybl Miklós, hogy csak a legkiemelkedőbbeket, vagy akár egy német építész, Grotwitz Rempert említsünk, valóban itt alkottak ezen megye területén. Ami mindenképpen fontos még az épület története szempontjából, hogy amikor 1823-ban Gróf Károlyi György, aki Széchenyi István barátja volt, a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítója, később Békés és Szatmár vármegyék főispánja, majd viselt koronőri és főhódmesteri tisztségeket is, tehát láthatóan egy befolyásos politikus volt. Ő volt az, aki a kastélyt elkezdte kibővíteni, akkor még idősebb Heinrich Koch vagy Koch-Herik tervei alapján, magyarosabban, és 1844 és 52 között épült ki döntően az a kastély, amelyet most látunk. Itt 1909 és 12 között még történt egy átépítés, ez döntően a belső udvari homlokzatnak az ovális könyvtártermét építette, majd a második világháború után valóban itt is az a kastélysors következett be, mint a Kárpát-medence több más kastélyánál, illetve mondhatni, hogy valamennyi kastélyánál. Itt éppen a fővárosi gázművek üdülőjét helyezték el, majd két évtizeden keresztül egy gyermekotthon működött, azt követően pedig egészen, amíg a Károly József Alapítvány vagyonkezelésben nem vette, és saját magántőkéből el nem kezdte fejleszteni Gróf Károlyi György az épületet, az állami támogatások és az uniós támogatások csak később érkeztek, egészen addig gyakorlatilag Ebek 30 adján volt, és egy hosszú, szerves, organikus fejlődésnek az eredményeként valósulhat meg az, hogy az előbb említett komplex, funkcionális és gazdasági egység helyre tud állni, és valóban a Fehérvárcsúri Károlyi kastély is nyereségesen tud működni, hiszen itt egy paradigmaváltás történt, tehát abszolút nem lehetetlen az, hogy egy kastély vagy egy vár nyereségesen működjön Magyarországon. A korábbi műemléki helyettesi gyakorlatban sajnos két évtized után a helyettesített kastély vagy vár ugyanoda került vissza, mint amilyen állapotban korábban volt, hiszen nem tudta egyáltalán garantálni azokat a bevételeket, amelyek ezen a saját fenntartásra szükségesek lettek volna.
Így viszont, hogy a Zempléni várak, Füzér, Regész, Boldogkő nyereségesek, a Balatonparton értelemszerűen még több ilyen objektumot, mi amiki objektumot találunk, de hogy a Gyulai-Almási kastély is egy komoly nyereséget tud produkálni, mind-mind arra mutatnak, hogy a speciális funkciók kihasználásával, a rendezvényekkel, vagy akár a filmforgatásokkal ezek a bevételek előteremthetők. A kastélyprogram Fehérvár Csurgón 1997-ben indult, a Károlyi József Alapítvány elnyerte a kastély kulturális és turisztikai életének szervezését és az üzemeltetést. 1999-ben elkészült a restaurált kápolna, majd a könyvtárt is meg tudták nyitni. 2015-ben a főépület és a további bővítések valósultak meg. Kaptunk egy nagy támogatást az Európai Unió GINOP programjából, egy 1,5 milliárd forintos összegről van szó, és ugyanakkor a kormány is 365 millió forinttal támogatja ezt a most kezdődő munkálatainkat. Tulajdonképpen jövő 2021 végéig szeretnénk megvalósítani a nagy istálló rendbetételét, felújítását, és utána pedig 2021-től egy tervezett ütemünk van arra, hogy hogyan tudjuk a Csikó istállót is felújítani, hogyan tudjuk a további turisztikai szálláshely bővítéseket megvalósítani. Tehát becslésem szerint körülbelül 2023-ra teljességben pompázni fog ez a csodás épület, és ezért dolgozunk. Az alapítvány kuratóriuma mindent megtesz, hogy jól sárfálkodjunk ezzel a szép értékkel, amit ez a kastély jelent már ma is, és fog jelenteni 3-4 év múlva a közönség, elsősorban a régió, a Fehér-megyei régió számára, de az egész nemzet, az ország számára is. A legfontosabb célunk az, hogy a turizmus számára megfelelő szállás lehetőséget tudjunk teremteni, előhívni a romokból, mert borzasztó milyen szomorú látvány a régi istálló és a melléképületei ma. Úgyhogy ez a fő célunk, a fő törekvésünk. A parkot, a szép parkunkat szeretnénk még tovább teljesíteni. Ez egy nagyon csodálatra méltó park, mint ismeretes önök előtt is. Itt van még több dolgunk. A tót nagyjából rendbe tettük, de még a parkkal vannak terveink, hogyan lehetne még szebbé, teljesebbé tenni, előállítani a régmúlt helyzetet. Az istálló épület mögötti egykori gazdasági terület egy sávjában szabadtéri élménypark épül a tervek szerint, amely a szabadidő aktív eltöltését biztosítja majd minden korosztály számára. Kedves nézőink, mintegy fél órában a Fehérvárcsurgói kastély turisztikai fejlesztéséről tájékozódhattak. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!